napot kívánok nektek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. Elhoztam nektek egy újabb így készült részt Bruno Spák vakmeleg klip forgatásáról. De hogy hol is vagyunk és mi történik a klipben? Figyeljetek! Drasztikusan csökken a kívók száma, és mostanság folyton a dráma. Csak az, amit én hallok, de leszarom, mert úgy pattog a csaj rajtam, mint egy akrobata, akit karácsonyra kaptam. A barátnőd az estét nálam tölti, vicces, hogy közben mégis a te pénzedet tölti, de hetek óta nem alhat veled. Bence a rendezésért felel, Ördög pedig szokásosan gyártja a produkciót. Na milyen a srácokkal dolgozni? Most már több egyére a Tideni Verbből megtudtuk, hogy néha Ördögöt kicsit szokták idegesíteni. Felbasszuk az Ördögöt, gyertek! Szia Ördög, ne arra gulj, bocs! Nem tudom, éppen ráérsz, csak egy olyan kérdés lenne, hogy idegesítünk? Kicsit. Kicsit. Mehetünk tovább. Mi a faszról beszélsz? Idegesít a faszról? Bocs, te itt vagy, bocs, te itt, ne haragudj! Szóval milyen velük, akkor, milyen velük dolgozni? Igazából szerintem nagyon-nagyon szuper, imádjuk őket, amúgy nagyon-nagyon sokat segítenek, és igazából tényleg a Bruno és meg a Spák is tök sok mindenben segít nekünk, pakolnak, folyamatosan segítenek. Hoznak sok saját ötletet a srácok? A srácok mindig hoznak saját ötletet, nyilván merítkeznek külföldi klipekből, én azért is szeretek velük dolgozni, mert nagyon passzol a stílusunk, szóval, hogy kb. Ugyanazokat a klippeket nézzük, meg ugyanazokat a zenéket hallgatjuk a külföldi előadóktól, és hasonló a stílusunk, ezért nagyon gördülékeny a munka, és könnyen szót értünk. Szóval, hogy már fél szavakból értem azt, hogy ők itt mire gondolnak, meg mit szeretnének pontosan. Meleg a hangulat a rakásban, a csajt azt beküldtem a boltba, mert szóda van még, de elfogyott a vodka. A házam egy kocsma, a lányok haja cofba, de ne gondolj rosszra, a kedvem nem rontja el semmi. Sziasztok srácok, én Bruno vagyok, itt már nem Solyom, ugye az Instagram a kamerasolyom nem fontos, de sem is fontos, Solyom a fotósunk, lőttünk képet az élő zenekarral, felvettük kutyás jeleneteket mind a kettőnkkel, volt a Spatak egy táncolós, most jön az ágyas jelenet, és amint itt végzünk, fordulj a létszés, kutasd meg, hogy áll, akkor az az ablakunk, ha jól értelmeztek, azon fog beszűrődni a fény, és amint ez készen van, összepakolunk, és megyünk Cseperre egy épített ilyen díszletben, ilyen festőállványok, füst, autók, csajok, Brooklyn vágat, full. Ennyi. Bérsem Atyit a kölcsönkértem a nyakláncot, a fehér pólót lecseréltem, kicsit upgrade-eltem a szituációt, ennyi igazából. Sötét itt a tabla, ha. Mögött hotboxol a csapat, igen, nekünk minden szabad. Végig turnézom a nyarat, nem szoktam lefeküdni, ugyanazzal a csaja kétszer. Eltüntette az egészet, hozzá se nyújt kézzel. Bruno Spák vakmeleg klipforgatásán vagyunk, fiúk, ez itt a második helyszín. Milyen volt az első helyszín? Ott volt egy komoly ágyas jeleneted. Felizgultál? Most őszintén, most hívjam ide a hölgyet, nézzétek meg most, mi a fasz mondják? Hát jó volt, hogy érezted magad, milyen volt együtt dolgozni vele? Ha néztek őt, akkor egyértelmű. Hogy jól érezted magad. Miről szól a dal? Igazából a dal a hasonló téma, mint az előző számunk, az aha, és ugye ezt már elárultuk egyébként egyszer egy live-on, nem tudom, aki nézte, az már tudja, hogy egy kis album is, ugye a Vakmeleg után egyből, így hirtelen, és végig ugyanez a téma maradt. Tehát, hogy amit most átadunk, az a turnézás, csajozás, igaz, Sára? És hasonló piálás, szétmenés, ilyen témák, és ezt fejtjük ki bővebben minden zenében. Akkor ugye jól értjük, azért az előző albumotok azért egy picit ilyen depisebb, szomorú volt, Covid volt, és most meg inkább jön ez a csajozós flow, ez a Mi vagyunk a királyok, amúgy nekem ez esküszöm jobban tetszik, de ez nagyon megy nektek. Igen, ezt már mondtad néhány között is egyébként nekünk, majd nekem, hogy igen, ez neked jobban tetszik, jobban áll. Most ilyen időszakban kicsit akartunk örömzenélni, és az inkább az, nem nagyon figyeltünk itt arra, hogy most komolyat mondjunk, vagy nagyon kérjünk érzelmeket, hanem ami épp van, azt írogatjuk. Éppen setupolják a díszletet, a kollégák, mi fog itt történni? Van 10 darab táncos, aki nekem kebbes fog segíteni, ők készült a koreográfiával, itt vannak a spanok, itt vannak a lányok, fiúk, Kristóf, Miskovics Marci. Szóval ez a minden... Kivéve a Maricsék, Manuelék. Az nagyon fontos. Igen, mert mi direkt szóltunk előre, hogy itt legyenek, de tegnap a Manuel szülinapja, mondják, hogy nem baj, ők ide jönnek estére, jó lesz. Szerintetek itt vannak? Itt vannak azóta is. Igen, de a klip koncepciója itt igazából, ez egy ilyen rendezett káosz, táncolós, flash, rappelgetünk, kicsit ilyen, nem tudom, ilyen, kicsit ilyen, mint a régi Chris Brown klipek, tudod, hogy vannak benne táncosok, kint vagytok utcán, autók, füst. Túl szép, túl jó, nehogy abba. Üss bátran, vakmeleg, ahogy rázza az ágyban. Utána meg a pádban, a nyelvem a szádban. Most csináljuk hárma, ha kell. Buzás Norbi is több egyére forgat a srácokkal, illetve a Final csapattal is. Norbikám, mennyire szeretsz a fiúkkal dolgozni, vagy a Final-lel?
Fú, hát figyelj, ha veletek dolgozok, mindig jó hangulat. És a fiúkkal, Brunóval és Spackkal? Velük is jó a hangulat? Fiatalok még. Jó, persze, jó, persze. Nagyon jó zenéket írnak. Mi volt ez? Ez nekünk egy kis duda volt, egy ilyen? Hogy kezdődik a forgatás, ez azt jelenti? Igen, kezdődik a forgatás. Itt nincs habisztiva ke, ja, zsigerből zseni. Vagyok ő is tudja, ja, fejét nekem teszi. Közben a ruháját szedi fel a földről. Én meg beasszok a zöld. Volt egy hálószobás jelenet is, amit egyébként a stúdióban rögzítettünk, viszont hát ott meg fel kellett építeni egy hálószobát, ágy, kis függöny, ablak, stb. Gyakran megesik ez, hogy így építeni kell díszletet, és nem feltétlenül abból dolgozunk, vagy dolgoztok, ami van? Hát hogyne? Tehát, hogy ez szerintem alapvetően ettől lesz izgalmas egy-egy projekt, meg ettől lesz egy-egy helyszín jó, hogyha tudunk olyan kellékeket, meg egyéb dolgokat belerakni a jelenetbe, meg a kész termékbe, amitől több lesz. Én például most ezt, amit éppen építünk, ezt imádom. Én nagyon szeretek szervezni koncerteket, meg fesztiválokat is, és itt látható, hogy ricsesorok vannak, én imádom a ricsesorokat. Ha oda nézünk arrafele, ott például szól a zene, kis tánc is ki fog szerintem hamarosan alakulni, jól érzik az emberek. Szinte, mint egy fesztivál. Van, tehát hogy ez egy kicsit úgy megvan a hangulat, és szerintem ilyen is lesz amúgy a részben a végeredmény, egy jó kis nyári sláger. Srácok, nagyon szépen köszönöm, további jó forgatást kívánok. Köszönjük. Bak meleg, ahogy rázza az ágyban, azt kéri, hogy ne hagyjam abba, hogy üssem bátran a... Hölgyek, urak, Bruno Spack, vakmeleg, második forgatási napon vagyunk, egy elég extra helyszínen. Hol vagyunk pontosan, Bruno? Az anyádnak a házában. De jó, de rendes vagy, az egy másik háza van neki, másik. Igen, tehát hol vagyunk pontosan? Itt Budapesten vagyunk, egy ilyen striptease bárban, amit ti intéztetek. Itt a... Gyakran szoktál ide járni? Itt ezen a helyszínen először... Nem. Ide még pont nem, a többiben már mindegyikben voltunk. Igen? Igen, ennyit tudok elmondani róla én is. És miért esett erre a helyszínre a választás? Mi történik itt? Azt látjuk, hogy itt rázza mögöttünk egy nagyon szép stripperlány. Tehát mi folyik itt? Mi lesz itt? Hát videoklipet forgatunk, Marci. Jó veled beszélgetni, köszönjük, igen. Igazából, ami nagyon extra, az ez a piros-fekete színek, mert ugye ez a klipnek egyébként a fő színei, és az, hogy itt ezek a színek meg, ez kurva jól jött nekünk. Illetve ugye szintén a Marciék intéztek egy profi rútáncos, igaz, ezt úgy mondják, profi rútáncos lányt, Manyi személyében, szóval... Meg vagytok elégedve a munkájával? Nem, egyébként tökéletes. Mi fog még történni a videoklipben? Fú, hát a legtöbb dolgot előző héten forgattuk, de ugye engem elrabolnak, ez ugye a múltkor szó volt erről, de most itt lesz ez az elhatatós része ennek az elrablásnak, itt volt a piánpad, ezt neki el fog aludni, és közben pedig a Bruno itt kurvára el van. Igazából ennyi. Csak a szokásos, nem? Én tökkel el vagyok, a Spack Laci valahol rosszulgat a WC-ben, addig itt meg táncolgatok meg ilyen. Csak a való élet, nem? Ez igazából rappelőtt minden szombat. Sziasztok srácok, vakmeleg klipforgatás, második nap.